Köszöntök mindenkit, ez itt a Van More Game és a Rovanó háznak a hetedik része, és a mostani részben, hölgyeim és uraim, a kovácsolással fogunk foglalkozni. Várunk egy pár másodpercet, hogy minden egyes néző, aki eddig feledegesítette magát, kékszelje, és folytatjuk tovább, és valójában a kovácsolást nem fogjuk érinteni a mostani rész alkalmával, hanem amit a korábbiakban is mondtam, keletre, kuzai területre fogunk utazni, és körülnézünk, hogy van-e esetleg néhány hideout, amit a játék igazságtalan beállításaival fogok a földdel egyenlővé tenni. Ugyanis elég sok problémát okozott nekem az a rengeteg hideout, ami itt található, valamint az a horribilis mennyiségű lovas, akivel volt szerencsém találkozni, és mind a tapasztalatlanságom, illetve mind a képességeim miatt többször is elfogtak azok a nyomorultak. Úgyhogy hölgyeim és uraim, körülnézünk ezen a területen, közben pedig olvassuk, hogy milyen tournamentek vannak, és hogyha jól emlékszem, ez volt az a zóna, ahol nem egyszer láthattunk olyan hideoutot, ami nem nagyon volt kitakarítva, viszont most szomorúan kell konstatálnom, hogy nem nagyon jutalmaz. Mi volt az? Nem nagyon jutalmaz meg minket. Kanujan partja! Hú, de szerettük mi Kanujant! Az igen, ti aztán mentek, gyerekek. 7,7, 7,2, 6,7. Jó van. Jó van, gyerekek. És nézd, hogy kóstolgat. Nézd, hogy kóstolgat a nyomorult. Oké, okay, hát nem nagyon láttunk itt most így. I doubt spotted. Ráadásul ez egy 34 steppe banditát foglal magába. Az a fantasztikus a steppe banditákba, akik a hideoutban vannak, hogy nincsen lovuk, és nem tudnak a nyomorultak ellovagolni a francba. Én ennek mód felett örülök. Támadás. Alig várom, hogy lássam azt a szurdokot, ahova lepakol minket a játék. És ott vagyunk, 86 ezer milliárdan. Oké. Okay. Azt mondja, hogy F3, F2, egyes csapat, vonuljunk előrébb. Hármas csapat, vonuljunk előrébb. És F1, F3, ész nélkül. Mondom mindenki. F1, F3. Észnek. Hogy tartjátok a pajzsot? Szerintetek váratos romlunk? Azt a kutyafáját. Jó, valaki azért normálisan tartja a pajzsot, aminek úgy örülök. De eléggé kiábrándítok sokat. Nézzétek meg! Fölfele tartja a csávó a pajzsot. Jó, mondjuk hátul van. Gyerünk, ordítsátok le a hajukat. Ordítsátok le mindenkit. Ezt Jeppe bandita meg is fogta a talajt. Megpróbáljuk kimikrózni őket. Gyere ide! Azaz, csapj egyet! Nössze! Nem az épületet kell ütni? Te! Oké, megpróbálok nem toxikus lenni ezekkel az emberekkel szemben. Hopp! Majdnem átugrottuk azt a zsákot. Oké, jó, csak úgy hullanak a marauderek. És úgy néz ki, hogy még egy maroknyian vannak ebbe a barlangba, mit már nem egyszer megpróbáltunk bevenni. Inkább több kudarc élménnyel, mint kevesebben. Egy toxatai szépen agyonvert. Na mi van, haver? Azt hiszem nem így képzelted el ezt a mostani küzdelmet, ugye? Mert szerintem sem. Hopp! Szívesen! Leszettük ezt a maraudert. Le tudunk innen vajon ugrani? Ó, nagyon jó. Szalmára estünk, természetesen nem tört a bokánk. És mivel 270 milliárdan jobbra mennek, ezért mi is jobbra megyünk, mert bal oldalt elfeküdt ez a Steppe bandita. És talán még ketten vagy hárman lehetnek itt a folyosó végén, a barlang végében levő terembe. Egy forest banditánk elájult! Akkorát kapott így a koponyájára. Gyerünk, ordítsátok! Ez annyira kiábrándító pillanat, minden egyes olyan szegmensnél, amikor így vonul be a katona, vonul be az őr. Na, akkor mi most megküzdünk, azt hogyha nyerek. Akkor itt szépen fogjuk lehetünk, jó? Gyerünk, harcoljuk! Gyere, haver! Hüff! Ennyi! Van még valami? Csak elájult a nyomorult. Oké, okay, lássuk, mi fejlődött, a gyaloglásom rendkívül hasznos lesz majd a jövőbeli csatáknál. Viszont már 98-as, ami nagyon-nagyon jó. Kuzait peasant, szükségünk van rá. Steppe bandit, a marauder, mindegyik lovas. Ami nagyon jó, fel fogjuk őket majd venni. Kuzait peasant, hát
nem vagyok benne biztos, hogy kell a kuzai pezönt, ugyanis lovat kell adni a segge alá, amitől igaz, hogy gyorsabb lesz a csapat, de akkor is a ló az drága, úgyhogy hagyom ezeket. Kuzait nomád, ugye őt lenne célszerű, de vele sem fogunk foglalkozni, és done! Valamint lássuk, hogy mi a legértékesebb tárgy. Egy, hát a kezemre nem véd olyan jól, 6-tal kevesebbet véd, de 4-gyel többet véd a testre, és 4-gyel többet véd a lábra, úgyhogy azt mondom, hogy ez a Woodland Chainmail teljes mértékben megfelelő. Cracked Heavier Cove Bow. Weapon Tier 6. 6-os. 6-os szintű ez a nyíl. Így, bocsánat. Miért kerül 2000... Na mindegy. Átcserő... Ajjből jobb. Imádjuk a láncinget. Valamint a szemetet, mármint a lootot. Stamper a horse. Igen, light harness. Jó, jöhet a többi cucc. 7200 nála voltunk. Maradunk ennél és nőtt a kapcsolatunk, de mint az állat. Úgyhogy nagyon örülünk, hogy meg tudtuk jutalmazni ezt a sztyeppe banditát, ezt a csapatot. Ezt a hideoutot a jelenlétünkkel. És arra gondoltam, hogy akkor éjszakra elindulunk, mert itt is szokott lenni Hakun mellett még egy ilyen hideout. Valamint ebbe a területen is szokott lenni, nem itt, hogy sokat találkoztam volna így velük. A looterek most annyira nem foglalkoztatnak, inkább a hideoutok érdekelnek. És ezt követően lehet, hogy éjszakon is körülnézünk, hát ha van valami. Itt most nincs semmi. Hegylábánál is előfordul, hogy ott van valami hideout, amit egyetlen egy nemes sem vesz észre. Mert annyi eszük van, mint egy marék robbantott lepkének. De nem probléma, ugye az olyan kalandozóknak, mint Rovannó Giavornak is kell hagyni valamit, amit bele tud aprítani így a tejbe, természetesen. És ha már ebbe az útvonalban mozgunk, megnézzük itt a falvakat, ahol van felkiáltójel, és keresünk desert őröknek szóló küldetést. Előbb Herdons nem, azzal nem foglalkozunk, jó, viszont light tojás. És menjünk ide. És keressük a jobbnál jobb küldetéseket. És ami a fantasztikus hír, szintet nem léptem, de a charmom az 100-as lett. Azt hiszem, hogy sosem volt még ekkora. És az előző game with opponent gender, game with the same gender. Hát a problémám az, az nem problémám, elég sok férfival lehet találkozni a játékba. És van erre egy mód egyébként, ami így kompenzálja a férfiaknak meg a nőknek a az előfordulási arányát, azt mindenképpen ajánlom, hogyha szeretnétek egy kicsit felpörgetni a dolgot, hogy ne csak hímneműek legyenek, így túlnyomó részt azok, akikkel lehet így találkozni és kommunikálni. With the same gender, illetve ez 20%-kal több kapcsolati ponttal rendelkezzünk. Fantasztikus. Fantasztikus. Valamint itt szoktak lenni kisebb frakciók, és lehet, hogy bekopogtatok majd az egyik kis... Itt is van. Itt is van. Losses of the Eleftherois Party. 65 lovas. Viszlát. Nagyszerű volt végignézni, hogy mik vagytok. Nem találok szavakat, annyira fantasztikus. Illatár 235 fő. 90 lovas. Én nem tudom, hogy miből tartja fenn. Én nem tudom. Volt az egyik játékomban az a kérdés, hogy szerintetek csal-e a mesterséges intelligencia, vagy nem csal? Wow. Rendesen van lopva a pénzem. Valamint a másik óriási kérdés, hogy egyáltalán fog-e a karavánom pénzt szerezni. Ha nem, akkor technikailag így fizetem neki folyamatosan a karrádiai utat, így össze-vissza, ami eléggé kellemetlenül érint engem. Deserters, oké. Okay. Ez jó. Beszéljünk. És ezeket a desertőröket le fogjuk vágni, mint a malacokat. Igen, ez vagyok én. Úgy hallottam, van egy problémád. Igen, igen. Mennyivel lehetne ezt? I don't have time for this, but the campaign, nem. 32 emberemet kellene itt adnom 18 napig. Ja, mondjuk ez egészen jó. Oké, rendben. Itt fogok várakozni. Itt fogok várni, testvérem. Itt megállok és várok. Jó? Csak... Közben vegyetek már meg néhány dolgot. 1537, az egészen jó. Lássuk, hogy van-e valami, amit így meg akartok tőlem vásárolni. Van 2 darab birkám, azt majd levágom. Az ezüstér adnak 73-at, úgy látom nagyon kell ezeknek az embereknek. És olyan minimális árba vásárolják meg. Hikkanomba 49-re megveszik a gyapjút. Zseniális. Jó, oké. Okay. Leave.
pörges, ott is van! Ott is van. 5 darab Horse Archer van itt. Helyes, na gyertek ide. 3,6-os, a miénk pedig 4,3-os. Gyorsan jöttek az előző területen, azért eltelt egy kis idő. Úgyhogy Payamba majd vissza kell menni, hogyha ezeket itt levadáztuk. Úgy látom, hogy éjszaka fogunk harcolni, ami nem a legkedvezőbb. Alkony, talán, deal? Á, nem. Attack. Nincs mit beszélnünk, srácok. Minden tudok. Úgyhogy, ó, de gyönyörű a terület. Ó, de nagyon gyönyörű. Ó, de nagyon gyönyörű. Infantry! Form a shield wall! Azt mondja... Cavalry! Idejövünk. Archers! Nem. Cavalry! Charge! Oké, kapjátok el ezeket a lovas íjászokat! Horsemen! Forward! Oké, menjetek oda. Gondoltam, hogy lesz olyan lovas, aki úgy gondolja, hogy ott be fog nézni. Cavalry! Forward! Jó, annak leszedtük a lovát. Gyere ide! Footmen! Attack! Others! Move! Attack! Infantry! Cavalry! Charge! Vladian... igen, véletlenül rosszra kattintottam. Ezt homlokon vertük. Ott nem találtuk el a lovat. Oké, áthozzuk ide az íjászokat. És most be fogunk lovagolni és levágjuk az egyik nyomorúját. Visszavonom, nem fogunk ilyet csinálni. Hát csarozzuk őket rendesen, azt hiszem, hogy még egy ember van. Gyerünk! Nem, nincs. Enemy fleeing! Ohohoho! Gyere ide! Hát nem fantasztikus ennek a Stamper Horse-nak a sebessége? Volt már olyan veletek, hogy unatkoztatok a lobon? Mondjad? Ha! Oké. Fantasztikus. 2 emberünk halt meg, 3 sérült. A Tainian Volunteer és valamilyen Crossbowman. Ezt mondjuk sajnálom egy kicsit. De nőtt a lovaglásunk, már 80. Hamarosan le tudjuk cserélni a lovat. Aminek eléggé örülni fogunk. Kuzait Hunter. Wow! Nem rossz, egy 5-ös szintű Heavy Horse Archer, az sem rossz, Kuzait Tribal Warrior, hát az Kuzait Raider és Kuzait Archer. Jöhetnek mind a 10. Done. És... jó, oké, városba eladjuk. Nagyszerű. Baltokhandba bemegyünk. Nem csak azért, mert imádjuk ezt a várost, hanem azért, mert szeretnék pénzt csinálni. Úgyhogy eladjuk a felszerelést, mert eléggé szipolyoz ki, minket, ez a kereskedelmi útvonal. Lehet, hogy be fogom szüntetni, hogyha nem lesz jobb. Na lássuk, fegyverek. Mi az, amit el tudunk? Hát szerintem mindent. A minden egy egészen jó összeg. Nekem abszolút tetszik. Itt pedig... hát itt is balgombot fogok erre nyomni, még van 6000-re. És itt a legértékesebb páncélomat megtartom, mert úgysem tudja kivizetni. Talán ezt. Oké, most már jók vagyunk. És a lovaknál pedig van... 1, 2, 3, 15-ös. Ilyet a lóra. 14-es. És amúgy már cserélhetnék lovat. Batanian Pony az teljes mértékben jó. Imperial Charger. Ez hogy 60-as tól? Ez igen. 72-es manőver. Én ezt már azonnal ki fogom cserélni. Kész. Ez az Imperial Charger nekem kell. Majd a Nahash Havi lesz a következő. 90-es riding a 4-es szintű ló. Gyorsabb és jobb vele a manőver, de kevesebb az élete. Kevesebbet sebez a charge. Na mindegy. 11 000. Köszönöm szépen. Live. És benézzük még itt, hogy milyen küldetés van.
hát esetleg találunk valami hasonló. Ó, menjünk először a pajamba. És lehet, hogy most el fogjuk fogadni a pénzt, amit felkínál nekünk a csávókám. Nem lenne rossz. 1000 dénárt ad? Vagy mennyit? 1300, igen. Oké, okay, köszönöm szépen. Azt mondja, hogy 7-2. Minusz 2-nél voltunk? És 20 unearthed kaptam, a charmom is nőtt egyel. Fantasztikus. Liv, és akkor megyünk Ulanba, aztán Dinárba. Dinár, akkor Train Troops, azt nem. Family Fight végképp nem. Jó, Dinár. 17 ezerünk van, amúgy az egészen jó váltás. Határozottan, szimpatikusan tetszik. Határozottan. Steppe Bandits, menjetek onnan, ahova. Bandit Base near. Köszönöm, hát ez zseniális. Észre se vettem a bandita várost. Úgy hallottam, hogy kell egy kis probléma. Mármint, hogy van egy kis problémád. Jó, elvállaljuk. Hol vannak azok a banditák? Hanyan vannak? Ott a hideout. Nem csoda, hogy nem látok, hát addig abszolút el sem látunk. És kíváncsi vagyok, hogy mennyi ember van ott. Arvid! 47, 50, fucking egy Steppe bandita. Hát, ennek már a fele sem tréfa. Hát akkor kezdjük akkor trénálni az embereket. Ez egy kis pénzünkbe kerül, de... Trained Archer, Crossbowman, igen. Imperial Archer, Sea Chief, hopp, az Chief-i, így van, Highwayman, nem? Toxotai, veterán Toxotai. Vladian Recruit, Vladian Recruit, vagy jöhet a Crossbowman, én azokkal elégedett vagyok, Forest Bandit, nem, Batanian Volunteer, jöhet a közelharcos, Levi Crossbowman, Blondian Crossbowman, most értünk el erre a szintre. Hármas szinten, Imperial Archer, mehet tovább még egyre, Freebooter, Forest Bandit a mind a kettő, Vlandian Infantry, és itt van a hatalmas nagy kérdés. Vlandian Light Cavalry, Vlandian Cavalry, Batanian Peasant, mind a hármat felfejlesztjük, Batanian Volunteer, Woodrunner, hogyha már nem lehet Maze Runner, Gallic Archer. Kíváncsi vagyok, hogy a gallok hogyan fognak szuperelni. Egyébként annyiféle egység van már, hogy nem igazán tudom így a csatákba eldönteni, hogy ez most jó vagy nem jó. Ráadásul túl sok irányított csatánk nincs, csak inkább F1-F3-as csatáink vannak. Sturgeon Shieldbearer. Drangr. De csak azért, mert többen nem más a hangzó. Sturgeon Recruit, Imperial Archer. Mind a kettő. Wow, majdnem 1000 dénát kell fizetnünk. Azt nézzétek meg, azt a csatlakozási harci kedvességet. Te jöhetsz, barátom. Akkor a lovasokat majd a végén. Kuzait Archer, egy csatlakozik. Steppe Bandit a boss. Biztos, hogy meg fog halni. Biztos. 5 dénárom van, hogy meg fog halni. Itt eléggé sokan jön a Forest Bandit, azt mindenféleképpen kell. És egyelőre ennyi embert veszek fel. 938 dénárt áldozok fel eme fantasztikus célnak a megvalósítására. És én ezt a hideoutot, ezt a Steppe Bandit a hideoutot most fel fogom számolni. Amúgy eléggé meredek lenne ennyi banditát kiütni. Wait until nightfall. Szerencsére kevés időt kell várakoznunk, hogy eljöjjön a kívánt idő. A tack! Oké. Okay. Egyes csapat. Egyes csapat, F3, F2, és mozogjunk előrébb, nem tudom, hogy miért van úgy. Kettes csapat. Mozogjunk hátrébb. Hármas csapat. F3, F2. Hármas csapat, mozogjunk ide. A pajzsfal. És kíváncsi vagyok. Hármas, kettes az íjász. Nem tudom, hogy miért van megcserélve. F4.
Oké. Elkezdődött. Azt mondja, hogy egyes. Megyünk közelebb, hármas. Megyünk közelebb, kettes. Jövünk ide. Egyes, F1-F3, 3-as, F1-F3, 2-es, oda felmozgunk. Bár egészen valószínű, hogy a gyalogosok azok széjjel fogják darálni ezeket a steppe banditákat, de eléggé soknak tűnik. Na, ez az, végre magam elé tartom a pajzsot. Sea Raider, Batanian Volunteer, igen. Sea Raider. A bossra nagyon-nagyon kíváncsi vagyok. Oké, ott kapják. Sea Raider megint elfeküdt. Oké, mindenki F1-F3. Ennyi volt. Odabent már nem igazán tudunk úgy lövöldözni, és az, hogy háttérben maradnak az íjászok, akinél nincsen mindenkinél pajzs. Kettes. F3, F2. És maradjunk itt. Arrakint már úgy sincsen senki. Mondom, pajzsfal. Pa. Na végre. Egy. Kettő. Három. Ja. Oké. Okay. Úgy látom, hogy a banditák uralnak, mint a legyek. Ó, látom a csapatomnak hát az utolsó néhány emberét. Úgyhogy futóversenyt fogunk tartani a mostani játék alkalommal, és megpróbálunk eljutni így a csapatunknak a front vonalába, azért, hogy utána úgy látom, hogy így lespórolják a lépcsőfokokat. Biztos gyűlöltek lépcsőket járni. Még van egy jó maroknyi. Hasz igen! Jó sokan voltak ott bent! Valószínűleg hasonló lesz a mennyiség. Szalaj barátom! Remélem, hogy eszméletlen nagy... Úgy van, tested le! Ez az! Hey! Ez az! Hát ezt leütötték! Itt fel tudok mászni? Az igen, fiú! Nagyon megpofosztak! Csak úgy sugárzik a magabiztosság. Remélem most nem fogom megszívni. Very well. Oh-oh-oh-oh-oh! Nagyon jó volt a hárítás. Csak kevés! Oké. Okay. Na, négy embert vesztettünk, és... Nem halt meg a bandita boss? Nem halt meg? 99? Mindjárt 100-as a gyaloglásom. És taktikailag ezt a horribilisan nagy hideoutot sikerült felszámolnunk, és Imperial Veteran Caravan Guard. Ötös szintű. Simán bevesszük a csapatba. Steppe Bandit. Szerintem ezeken kívül mindegyik jöhet. Az 6 rabot jelent. És elég sok egységet tudok fejleszteni. Done. Lássuk. 15 ezer. Hát ekkora mennyiségű a banditánál valami jobbra számítottam, de... Baltakentbe el fogom vinni ezt az ezüstöt. Amúgy ha Baltakentbe adnak 200-at érte, bár mondjuk nagyjából ott körül tudnám én is megszerezni. 2000-et kaptam. Lássuk, hol állunk. Hármas felénél. El kell élnünk a négyest, hogy utána szemet vessünk valami várra. Oké. Okay. Party size 58. Hát hölgyeim és uraim, hogyha nem fog nekem pénzt keresni néhány héten belül, akkor én nem fogom finanszírozni neki ezt a karrádiai körutat. Nem tudom, hogy mit hisz. Hol kaptuk a... Dinárba kaptuk a küldetést, nem? Le is adtuk? Le is adtuk!
Nagyszerű. Milyen a kapcsolatuk? Azt hadd nézzem már meg, ha nem olyan nagy kérés. Hadd nézzem már meg, hogy milyen a kapcsolat. 13 minusz 3. Jó, hát egyáltalán nem közös érdek, ugye? Menjünk tovább egy következő falura. Visibrodba megyünk. És megnézzük ott, hogy hanyadikán van elsője. Közben azért partit kellene kicsit építenünk. Sea Raider, jöhet mind a kettő. Imperial Archer fejlesszük, Sea Raider Chief nem. Ez jöhet Chief, Highwayman nem. Nem. Volunteer, Batanian, jöhet a pajzsos, mind a kettő. Imperial Trained Archer, szerintem jöhet Crossbowman is belőle. Batanian Clan Warrior, neki van pajzsa. Igen. Trall, Sturgeon Shield Bearer. És ennyi. És horribilis mennyiségű ember, aki csatlakozna hozzám. Na lássuk, kik a legértékesebbek. Azt mondja, hogy egy Raider. Lehet, hogy a lovasokat felveszem amúgy. Gyorsuljunk. Hé, hova mentek? Így. És egyelőre ennyi. Done. Csak 255-et fizettem érte. 632 a fenntartási költség. 633. Az atlétikám nőtt, és a scoutingom is nőtt. Lássuk, te mit mondasz. Herd of Miza. Miért mindenki Mizeába akar cuccot vinni? Tiába körülnézünk, eladjuk a cuccokat, keresünk egy kis pénzt, és szerintem itt északon körbenézünk. Körbenézünk, hogy milyen küldetések vannak. Csak először kereskedünk. De mennyi pénzetek van? Pff, az igen! Az igen! A rengeteg torna, mi? Hát akkor nem. Hát akkor... Ja, arra kellett... Igen. Trade. És a ruhák közül... Ezt nem adjuk el. A többit el a... Így, mennyivel jobb, nem? Innen is mehet mind, fegyverek közül mehet mind. Lovak. Hát ezekre úgy túlságosan nincsen nagy szükségem. 2000. És lássuk, hogy van-e valami, amit nagyon szívesen megvennétek. 57 a hardwood. Jó. Birkák vannak nálunk, és most konkrétan erre az állatra gondolok. Szóval ezeket levágjuk a húsukért. Valamint van bőr. Fantasztikus. Na! Üdvözlök, hölgyeim és uraim, mindenkit a Sturgeon-nak a területén, és ami a fantazmány, az az, hogy élnek majdnem 2 év elteltével. Tehát ilyet nem sűrűn tapasztalunk. Ez valami zseniális. 4,5-ös a sebességünk, ami nem olyan rossz. Ott cuccokat kell elvinnünk, mert azt hiszik, hogy kereskedők vagyunk. És amúgy mennyire igazuk van. Stevardom 59-es lett. Megdolgoztam, érte? Megdolgoztam, állj meg, Luther! Ti mit akartok egyre gyorsak? Na! Szent Rups. Aha, agresszívak a srácok. Imperial veterán kava... Agyonverték kővel. Nem mindegy, a looterek azok nem kellenek. Done. Valamint jöhet a szemetük. Done. Ilyenkor úgy tartjuk az emberekbe, tudjátok, a lelkesedést, hogy ez az, megint harcolunk, és fantasztikus lesz, és nagyszerű. Csak ugye van, aki meghal. Ennyi a kül... 9-90! Iiii, 342. Egyébként lehet, hogy szólnom kellene így a karavánomnak, hogy nagyon jó, hogy így vásároltok cuccokat, rendkívül boldog vagyok, de adjatok el néha dolgokat, jó? Family-t nem. Deserters. Megint. Dezertőrökre vadászunk. Who are you? You have a problem. Így van, megoldjuk. Önök vagy, mint a királyvíz. Mindent megoldunk. Kíváncsi vagyok, hogy a desert. Amúgy, ha hagynám, hogy a faluba így bejöjjenek, akár még segíthetnek ők is.
De tudjátok, hogy mikor fogom a dicsőséget lepasszolni. Úgy van, meglátnak, hogy itt vagyok. Jajjaj! Ez a Rovannó család utolsó sarja! Meneküljünk! Ez combos lesz! Összefutta a szemetet a szél. Van az a mondás. Ismeritek, ugye? Akkor azt mondja, hogy kettes csapat. Gyertek oda! Az összes nyíl. Te mit csinálsz ott? Mountain Archers! Move! Gyere ide, te sok vagy azon az oldalon. Igen, kettő lovas. Cavalry! Ti pedig... menjetek oda. Pedig megpróbáltam. Abban a csávóban nagyon-nagyon sündisznó lett. Gyerünk, gyerünk fiúk. Tűz. Még vannak vagy hányan? Erre van szó. Azt lőjétek, akinek nincsen pajzs. Örök törvény. Az igen. Na, csapjátok szét őket! Ez lesz vakon a következő stratégiánk. Oké. Hát azt hiszem boldogulunk. Szánalmas. Hüff! Homlokkal levette a kardot. Hey! Mit csinálsz a lovammal? Aha, Victory! Szerintem még vannak, akik menekülnek. Éljen! Oké, három embert vesztettünk. Step Bandit, Bandit. Csak lovast! Fantasztikus. Csak lovast vesztettünk. És akkor lássuk, Veterán Warrior az jöhet, ő is jöhet, Archer is jöhet. Én szerintem ennyiben meg is állapodhatunk. Done! Lássuk, milyen lootot dobnak nekünk, mi a legértékesebb. Egy 1053 dénárt érő kettő darab Rusty Fine Steel Spata. Valamint egyéb cucc. Jó. Done. Jöttem a jussomért. Valamint most már, hogy ilyen kapcsolatban vagyunk, adhatnátok a halat mondjuk olcsón. Mit szóltok hozzá? Te voltál? Te bizony. Mennyi ér a hal? Jön itt a fantasztikus kérdés. Köszönöm szépen az 1004-et. 6-tal nőtt, 9-es lett. Zseniális. A sármon pedig egyre sármosabb és sármosabb leszek. Buy a products. Mennyi nem? 68 hala van és 17 ér adja. Szerintem... ez egy egészen kellemes üzlet lesz. Mi megtaláltuk a közös nevezőt. Zseniális. És lássuk, hogy milyen irányba menjünk tovább, hol van még felkiabáló jel. Ott meg ott. Úgyhogy át fogunk vágtatni itt, ezeken a dombokon. Kiírünk ebből az erdőből, majd oda csapunk a lovaknak, és átszeljük ezt a hólepte vidéket. Marhák nem igazán érdekelnek engem, a lúterek sem. Újabb frakció, 100 körüli a katonáknak a száma. Sea Raider nem. Nem. Hát, ha lesz megint esetleg egy Bandit Base, oké, az már jó. Family Fort, nem. Bandit Base. Ezek tudják, hogy mi kell nekem. Tisztában vannak vele. Na, én ez vagyok, te ki vagy. Úgy hallottam, van problémád. Így van, megoldjuk. Megoldjuk. Mentesítünk az ilyen bajok alól. Simán. Simán. Ó, és nézzétek meg! Nézzétek meg! Minimális. Minimális a csapat. Hát ide bekapogtatunk. És hogyha itt kapok egy 30 ezeret érő cuccot, az jó lesz. Az jó lesz. Nem akarok
hivatkozni, hogy mit fogok csinálni. Nem fogok csinálni semmit, boldog leszek, örülni fogok. Főleg annak, hogy lyuk van a seggemen és nem esek bele, de ez mellékes, ez részletkérdés. Na, akkor, srácok, mit szólnátok egy ilyen IS tanfolyamhoz? Kettes csapat. Nagyon furcsa, hogy a kettes csapat van legelől. Kettes csapat, F4. Kíváncsi vagyok, hogy mit szólnak majd a banditák. Ahó! Ott megy! Látjátok, a lábával! Azaz! Azt azt a tarkon lőtted? Gyerünk, sorozzátok meg! A bokájára! Úgy hallottam, hogy térd alatt simán üthető a csávó. Az majdnem eltalálta. Mellé dobta? Második. Ott már azért rendetlenkednek. Oké, F1-F3. Egyet leszettetek. Nagyon jó. Elfogyott neki a muníciója. Ó, csodálatos. Hármas csapat, F1-F3 és négyes csapat. Oda menjünk. Oké. Gyerünk, srácok, nem ordibálok most. Mindenki tudja, hogy mi a dolga. Lőjétek szét ezeket a vadállatokat, ezeket a barbárokat. Szimplán azért, mert vörös a víz. Ez mitől piros? Piros. Az kész. Én nem vitázok. Én elfogadom. A piros, akkor piros. Biztos az algák miatt. Az szokott ilyen lenni. Nem akarok beleszólni az Isten tiszteletbe, de... Nem erre kéne... Nem, biztos nem. Jaj, imádom azt a feljárót. Ahol így amikor így homokszem megy a gépezetbe. Fantasztikus. Szirider Warrior eszméletlenül hullott össze és látta a társa, ez mennyire király dolog, ő is beleborult a földbe. Egy Szirider pedig melléjük feküdt. Azt mondta, jó, ez itt nekem most minek rohangáljunk, minek kardozgassunk. Na, elengedni. Hogy... Na, még egy Szirider Warrior azt mondta, hogy megfogja a padlót. Oké, ott vonulnak előre a srácok, és úgy látom, hogy csak egy maroknyian lehetnek. Egy Gallic Archer meghalt. Szirider Chief összeesett, az nem baj, az egy fejlesztett egység. Szirider Warrior meghalt az enemy-nél. És a katonáim már szagról megmondják, hogy mennyien élnek még. És mondják, hogy főnök, kitisztult a barlang, jöhet odakint a fight. Az igen! Van még valaki? Van még valaki? Elég. És a gyógyításom fejlődött. Egy embert vesztettünk sajnos, de nem probléma. Seereader, Seereader Chief jöhet, Seereader Warrior jöhet, és ti is jöhettek. Done! És... 24 ezerért ugyanolyan páncért kapok, mint ami rajtam van. Köszönöm szépen, meg is vagyok a küldetéssel. És addig körülnézünk itt. 9-ről 10-es, sőt nem is kell visszamennem. Kitakarítom! Így int a messziségből, hogy kösz, kösz! Menjél, csináld a dolgod. Hálásak vagyunk, de tényleg, komolyan. Nem viccelek. 594. Tehát, ha jól értem, az a karaván, akit én pénzelek, nem tud pénzt keresni, és amikor pénzt keres, sem keres, mert elveszíti. És most ott járunk, hogy...
A mai napon 44 dénárba kerültek. Jól értem, hogy hanyadikán van elsője? Hát Oké, jó, rendben. Úgy látom, hogy a karavánokkal nem igazán jártunk túlságosan jól. Varnavapolba, a kedvenc városunkba fogunk most így betérni. És itt mennyi védő van? 370. Még akár én is össze tudok hozni egy akkora sereget, amivel ez bevehető. És még itt van Svendornak a partia. Trade. Na lássuk. Mennyi pénzük van? 12 rubó. Ruggó. És legértékesebb páncélért, hogy adtok? 8000, hadd menjen, meg add ide a pénzed, mit szólsz? Ezekkel a modokkal elég rendesen megkavartam a játékban az állóvizet, mert a városokban nem nagyon van lóvé. Csak viszik. Annyira jó áron ad mindenki mindent. Főleg én. Oké, 11 ezeret kapok. Na vegyünk valamit, aminek nincs értelme. Azt mondja, hogy itt a hal 15 dinárért van. Jó. Szerintem ez így nem rossz. 266 darab hal. A hús az... 28 dinár a hús. A sör meg 42. Mennyivel olcsóbb ez? 6%-kal. Ez igen. A hús pedig 6%-kal. Bor, hát az annyi van, hogy nincs pofán megvenni. Én ebből a halból, egyébként egy másik játékban a szerszámokból csináltam nagy profitot, de 15 szerszám van, tehát ez nem valami sok. 28-ig meg tudom venni, és ezt hol tudom eladni? A halat. Ez bezzeg nem mondja. Datóját biztos, hogy nem. Itt amúgy datóját simán lehetne árulni. Na! Hal felvásárló központot kell találnunk. Sörből talán egy kevés. 45, 46, 47, 48. Jó. 6000-et kaptunk, és így 26000-re emelkedett a profitunk. Ott van egy küldetés, amit nem akarunk megcsinálni, viszont itt északon, Alebadba, talán van egy másik küldetés. És ekkora sereggel a hátam mögött ez már egy egészen jó lendületet fog felvenni, csak ugye fel fogom vásárolni az összes needs seed grain. Ezt akkor is megcsinálom? Ezt akkor is? Tetszik a kép a csávónak. Tetszenek a kifinomult vonalak. A haja. What is your problem? We have 100 bushels. Yes, again. Bushels of grain. Cost of around 1000 dinars in the market. Any other way? Jó van, megtalálom neked a magokat. Rüje. Mennyi idő van teljesíteni ezt a kereskedős küldetést? Mert hogy itt éjszakon nincsen gabon, azt találom. 10 nap. 23 gabona. 23 gabona. Hát én bemegyek Sibérbe, aztán megveszem. Csak 23 gabonát. Jó sok bőr van. Flex van. Ott a legközelebbi gabona termőterület. Na, nézzük be Sibérbe. 23 gabona kell. Ahhoz tartsák magukat, trade. Misk. Gabona, hibátlan. Megveszünk mind a 29-et. 633-at fizetek. Any other question? És van 15 ezre. Ezt vigy. Meg ezt is. Meg ezt is. Meg ezt is. Done. Leave.
És megyünk vissza a gabonát igénylő fiúk közé. És megnézzük még, hogy errefele lesz-e küldetés. Gyakorlatilag megcsinálok minden küldetést, amit találok. Na, komám! Tárgyaljunk csak? Á, fantasztikus. Igen. Itt a gabonád. Nőtt a charmom. Kaptam 50 mercit. Generosity-t. És kaptam 665 dénárt. Tehát itt maximum csak a kapcsolati tőkém emelkedett? 38-ra! Gratulálok! Ez pedig nulla. Képzeljétek el egy beszélgetést, így azt mondja, azt mondja Volg, így a Tatiknak, hogy te figyelj, hallottál már arról a Giavocsávóról? Ne, most tudom, hogy kérdebb, hogy látom. A kurva jó arc, már 38-as a kapcsolatunk. Hozzak nekünk gabonát, neki köszönhetően tudunk vetni. Hát jó, hülye, elfagy. Ja, akkor mindegy. De szimpatikus, meghallgatta, hogy mi kell. Karakergit. De gyűlölöm az összes mocskot. Egyetlen egy katona van. Jó, van. Majd még számolunk. Omor, Balgardba nem megyünk be arénázni. Nézzük valami falut. Mondjuk... Skorint! És talán megpróbáljuk ezt a 17 dénárért vásárolt halat eladni újra. Talán... Talán Batanian területen? Talán. Fejlesztenünk kellene katonákat, nem? Szerintem is Sea Reader az jöhet. Imperial Archer mind a kettőjét ebbe az irányba. Imperial Archer fejlesszük. Chief nem, Warrior az lehet Chief. Imperial Tox veterán. Toxotai. Forest Bandit ő nem. Woodrunner. Skrimisher. Levi Crossbowman. Azt mondja, hogy Scoutatoi vagy Hastati. Hastati. Forest Bandit, Sturgeon Drenger. Sturgeon Mounted Raider. Rámenjünk kicsit a lovasokra, úgy döntöttem, hölgyeim és uraim. Ennyik a pajzsosok, Gallic Hunter, jöhet az Ias. És pajzs. Trained Archer, Crossbowman, az régen volt. Pajzs. Rai. Princip. Brigand Highwayman 2. Tralt is fejlesszük. Hero! Steppe Bandit, Marauder. És ezt nézzétek, mennyien akarnak csatlakozni. Sturgeon Archer jöhet. Sturgeon az is jöhet. Sea Raider Chief jöhet. Ötös jöhet. Bandit Boss jöhet. Kuzaid Heavy Horse Archer jöhet, mert akkor már ketten vannak, nem fog unatkozni az a szerencsétlen. És Raider az is jöhet. És Forest Bandit Boss. Ez is jöhet. Van pajzsa. Szeressük! Valamint a Kuzai Tribal Warrior is jöhet, Steppe Bandit szintén. Csak az egyik, mert a másik nem akar, és a Muradorből pedig kettőt felveszünk. Hát, 1080-at fizettem, 106-os lett a csapatom, és 3,4-jel, 4,9-el száguldunk sík területen, ami azért nem rossz. Train Troops. Biztos, hogy nem. Ó, végre konfliktus! Végre! A vlandiaiak nem, már rohadt régen itt kellett volna lenniük. 600... Hanyadik napnál járunk? 683. nap. És valamilyen okból kifolyólag a sturgeai terület érintetlen, sőt ki van taposva. Egyszerűen ki van taposva. Le vagyok nyűgözve. Szerintem ez zseniális, srácok, lányok. Na lássuk. Train Troops, nope. Deserters, na! Akkor egy utoljára, hölgyeim és uraim, lássunk még egy deserter csapatot. Igen. Megharcolunk velük. És megköszönjük azt a körülbelül másfél napnyi bénárt, amit így hozzánk. Ávár, mondjuk nem. Nem fogjuk elfogadni a pénzt. Samporra, hagyjuk a samporra költse.
Na, hol vannak a... Ott van, deserter party. Megláttak minket. Hojj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 
tengerebjével. És nem igazán akarok tengelytak azt. Miért vagytok ilyen gyorsok? Micsod? Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Bekaphatja az éjszaka meg ez a Deserter Party az összes kartüveit, ami létezik ebbe a játékba. Szóval, megmutatom, hogy hogyan lehet megnyerni azt az egészet, bár mondjuk biztosan nagyon sokan tudtátok, és megmutatom, hogy hogyan lehet elbukni ugyanazt a küldetést, amitől nem lettem vidámabb. Attól sem lettem vidámabb, hogy a karavánom nem hajlandó pénzt keresni így saját magára. 709-es napi költségvetéssel elég gyorsan le fogjuk nullázni magunkat. Következő rész alkalmával megpróbálunk szintén küldetéseket csinálni, és 3-asról 4-es szintű klánnál felfejlődni, aztán pedig megnézzük, hogy ki a leggyengébb, és oda csapunk. Általában ez a Western Empire szokott lenni, vagy pedig maga az egész Sturgia, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 várossal rendelkeznek. 2, 4, 6, 2, 4, 6, 7, 2, 4, 6. Olyan szinten nincs város, illetve vár mozgás, hogy az valami gusztustalan, és nem hiszem, hogy túlságosan szerencsés lenne mondjuk itt így belevetnünk magunkat egy vár vagy városnak az ostromába, ami természetesen változhat így az elkövetkezendő részek alkalmával, hiszen még a 10. rész sem értük el itt rovannó kiabornak a történetében. Ki tudja, talán, hogyha nagyon-nagyon sokat fogjátok írni és kérni, még 9-10 rész végig is kovácsolhatunk. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Uno voltam, és még mindig találkozunk meg! Szevasztok!